A családban a szüleid mikor vették észre, hogy rajztehetséggel vagy megáldva? Akkor, amikor először 1960-ban ilyen mandula műtétem volt, és utána én fejből a műszereket pontosan levázoltam emlékezetből, és akkor kezdtem el, az édesapám is odafigyelt, mivel rajztanár volt, és akkor figyelt föl, és úgy kezdett foglalkozni velem. Ez miből lát, hogy foglalkozott veled? Tehát az, hogy olyan volt, hogy kiültünk a Szabadság téve, és ottan alakokat rajzoltatott velem, a padon járókelőket, szóval minden, ami akkor vitt kiállításra, akkor van, amikor előttem festett. És milyen szempontok alapján nézte? Formaalkotás, színek összerakása? Először még csak rajzolni, tehát az alakrajzi a járókelőknél, vagy a tehát szóval az alakrajzot, és akkor utána kezdett ő festeni, és akkor utána én is festettem, és akkor jött a kedv. A színek világában hogyan vezetett be? Na most a színeknél tulajdonképpen a Szolnokon a Baranyóhoz jártam a 60-as évekbe, és a színekbe ő vitt bele a színek. Ez mit jelentett, hogy... Előttem festett a Baranyó, meg én is, tehát kivitt oda az Agyvapartba, akkor ott a művésztelepen, és akkor mondta a színeknek a... Tehát ketten voltatok, és mind a ketten festőállvánnyal, festékekkel felszerelve, és úgy magyarázott, ő vagy... bent a műterembe festett, de van, amikor kivitte, akkor... Én akkor akvarellal, mert minden nap így átjártam, és akkor úgy mondta, például, hogy amikor napsütés volt, hogy a fáknak nem zöld, hanem sárga a naptól a fénye, tehát a lombjai. Tehát meg ahogyan úgy festett, olyan gusztusosan, akkor kaptam tulajdonképpen a festéshez kedvet nála. Általános iskola után javasoltak téged a szüleid a képzőművészeti középiskolába. A gimnáziumba azt én akartam, szóval én szerettem volna, meg az édesapám is, és akkor ott pedig Sebestény Ferencnél tanultam. Ő volt igazán, aki még nagyobb lendületet adott a festéshöz, meg a rajzhoz. Akkor már egész bizonyossággal tudtad, hogy te akkor a festőpálya felé igen, fogsz igen, menni? Igen. Igen. A középiskola mi mindent adott neked? Hát a középiskola tulajdonképpen, én díszítőfestő szakra jártam, tervezés folyt, szkrafittó, akkor mozaik, akkor üvegablak, akkor freskó, szekkó. Melyiket szeretted legjobban? Legjobban a freskót szerettem, mert a érettségi munkám az egy freskó volt, egy olvasó lány freskóban.
Kik voltak a tanáraid a középiskolában, akiktől középiskol... nagyon sokat tanultál? Hát legtöbbet a Sebestyéntől. Elsőbe a Dómián volt, ott ilyen kockákat, szóval még első ilyen csendélet. Másodikban a Sebestyénél, ott pedig már fejrajz, akkor aktrajz, akkor ő egy évig tanított, mert utána ő meghalt ilyen vakbél perforációban. És utána tanított a Skok Iván, a Csomor, a Miskolci László negyedikbe a rajznál. Amikor hazajöttem, akkor én itthon festettem. Tehát itthon is folytattam. Elképzelhető, hogy az egész gyerekkorod, vagy az egész életed... Az egész gyerekkorom a festéssel ment végig. Ha a rajtad múlott volna, akkor a nap minden órájában, minden percében festettél volna. A festéssel, mindig. Ahogy hazajöttem, festettem. A középiskolából kerültél be a képzőművészeti főiskolára. Ez abban az időben hogy történt, hogy az iskola javasolt téged, nem, vagy fölvételi, ő fölvételi volt, egy hétig fejrajz, és egy hétig aktrajz. Aki túljutott a fejrajzon, az mehetett át a második hétre az aktrajzba. És én, tehát ilyen izgalomba voltam, hogy sikerült a fölvételi, és a Zibán Szilárdot már régebből ismertem, és fölhívtam telefonon éjszaka háromkor, hogy sikerült. És azt mondta, hogy 20 ponttal maximálissal fölvettek. Az igen. Az Iván Szilárd. Sokan értetek el 20 pontot? Csak azt mondta, hogy egyedül én voltam. Ez azért egy jó ajánlólevél volt a főiskolára. Igen. Elkezdődött a főiskola. Ott főiskola. Kik voltak a mestereid? Na mostan először a Domanovszkihoz jártam. Ő 74-ben meghalt, és az osztályt átvette az Iván Szilárd. És akkor végig én az Iván Szilárdnál voltam, ott is diplomáztam, az anatómiát a Barcsai mester tanította, meg a Patai is. A főiskolán a tanárok közül kik voltak azok, akiket különös figyelemmel kísértél, és akiktől esetleg nagyon sokat is tanult, praktikus dolgokat is sokat tanultál? Szóval a rajznál az emberi testnek a fölépítését, meg azt a Barcsai mestertől, meg az Iván Szilárd, meg a Pata is nagy hangsúlyt helyezett a rajzra. Szóval őnál a két évig az Iván Szilárdnál csak rajzolni kellett, és utána a festés. Mindenféle témát lehetett rajzolni, vagy mindig szisztematikusan történtek? Hát általában ilyen, az Iván Szilárdnál ilyen életnagyságú aktokat kellett színnel, és az pontosan, szóval azt egy-két hétig akkor nagyon a rajzot megkívánta, és akkor utána már a festés. Hogyan korrigáltak? Hogyan beleavatkoztak nagyon a képekbe? Nem, hanem az Iván Szilárd az mindig olyan volt, nem tukmálta, tehát a saját festészetével, hanem mindig a növendék szemével nézte a képet, és mindig úgy, és akkor mindig kapcsolt ilyen régi mestereknek, hogy régi mesterek hogy oldották meg, mint például az olajfestésnél, hogy Rembrandt, hogy a sorvasztás, szóval az ecsetnek a játékát, meg mutatta, szóval
meg a színbeli, szóval a színbeli legvaló fölépítés, fény, árnyék, akkor mindig színt bele, színt a háttérbe, szóval erre helyezte ő a, és ugyanakkor meg, hogy megmaradjon a rajzi részt. Azt emlékszem, hogy a rajznál a kulcsnak a végével, hogy úgy, hogy benne legyen a rajzi, karcolt úgy bele. Azt hallottam, hogy a Barcsénynek te voltál a legkedvesebb tanítványa. Igaz, igen, volt ez? Igen, igen, igen. Ez miben? Igen. Ez miben mutatkozott meg? Mit jelentett ez neked? Mindig engemet hozott föl a többiek előtt példaképnek. Amúgy ő szigorú volt, mert olyan is volt, hogy amikor a becsöngettek, akkor bezárta az ajtót, és akkor már nem lehetett. Megzavarni a munkát? Igen. Igen, meg így adott föl házi feladatokat, meg minden, és akkor mindig megkérdezte, hogy melyik, hol van a gond. És aztán általában a medence csont volt a legkomplikáltabb, és aztán kérdezte a növendékektől, hogy mit vajzoljon, vagy, és akkor fejből pillanatok alatt a táblára a medencét, soha nem lehetett szemmel követni. És megkérdezte a növendékektől, hogy milyen irányba vagy mi, és akkor mondták, hogy így, és akkor bármit, bárhogyan. Nyilván az anatómiát. Az anatómia, tehát az emberi testnek a, tehát egy évig csak csontok, egy évig csak izmok. Az izmoknak evedése, tapadása, szóval alsó, felső réteg. És akkor utána meg kellett így komponálni ilyen több figurás dolgot papírra. Akkor a Patainál volt ilyen négy, három vagy négy ilyen aktos beállítás, akkor azt oda tett a Patai tükröt, hogy akkor látszódjon a tükörképe is, szóval ilyen térbeli problémákat a Patai, beszél. Igen, ilyen. Ez már volt a tárgyábrázolásnál és a tévés formánál. És kit hagytunk ki még itt a tanárok közül? Hát a Domanoszkinál meg főleg az elindulásnál, hogy csak ezzel kell foglalkozni. Szóval az adott még egy nagyobb indítást, szóval meg akkor már nagyon beteg volt, és aztán a tanároknak mondta, hogy vigyázzanak rám, vagy úgy értve, hogy el ne kallódjak, meg szóval. Az édesapámat is tanította 5 évig, engemet meg csak egy, a Domanoszki. A főiskolába jártam, tehát 78-ban diplomáztam, akkor 77-ben az édesapámat megkérte a művelődési háznak az igazgatója, hogy szakkört vezessek 77-be, és akkor még a főiskolába jártam utolsó évbe, és akkor 77-től 87-ig 10 év alatt szakkört vezettem, és az alatt 24-et vettek.
itt a művelődési házba. Voltak tehetséges gyerekek? Voltak ügyesek köztük, és én ezekkel szerettem úgy foglalkozni, meg itt láttam, hogy örültem neki, hogyha úgy láttam, hogy jó munka, vagy valami, szóval... Észrevetted a tehetséget bennük, gondolom. Igen. Meg láttam, hogy szívvel, lélekkel csinálják, meg hozták be az otthoni munkákat, meg szóval ez nagyon jó volt én nekem. Mennyit festesz naponta? Hát általában délelőtt az délelőtt olyan 8-tól vagy még előbb, 2-1-2-ig általában, de van, amikor még délután, van, amikor meg este fele, szóval amikor úgy érzem, hogy bennem van is, ami kívánkozik. Ez mit jelent, hogy bennem van, ami kikívánkozik? Amit érzek belülről. Amit belül érzek, szóval én olyan nagyon megrendelésre nem nagyon tudok festeni, hanem mindig azt, ami belül jön. Ami belső. A nagy francia festés azt mondta, hogy a festő nem azt festi, amit lát, hanem amit érez. Igen, ezek igen. Szerint te is ezerint működsz. Igen, tehát én bennem a kép tulajdonképpen, egy kép megjelenik, de amikor festésre kerül a sor, akkor nem tudom mindig azt, ami a fejemben van, mert festés közben változik. Szóval vagy az alak, hogyha több alakot gondolok, vagy kevesebb, szóval csak egy halványan kép van, meg amit érzek, de nem mindig sikerül azt, ami tulajdonképpen akarok. Szóval ezt maga az Iván Szilárd is mondta annak idején, hogy néha a festő, hogyha vázlatot csinál, akkor a vázlatban már kiéli magát, és a nagyban való festés már nem megy úgy, mint az a vázlat, ahogy sikerült. Ez nálad is előfordult? Hát én vázlatot ebből tanulva nagyon nem csinálok, hanem rögtön a képre képet csinálom, szóval. Hogyan jön az ötlet, hogyan születik tulajdonképpen egy kép, ezt meg lehet fogalmazni? Na most mindig a látvány élményéből indulok ki, tehát amit látok, és azt próbálom képé, szóval átformálni, szóval nem azt, hogy most lemásolni azt, amit láttam, hanem azt képé, szóval beletenni egy olyan pluszt, ami nem a puszta látványnak, hanem annál többet ad. A puszta látvány, nem azt, ami a... És ezt belül érzem, szóval vannak olyanok, amiket szavakkal nem lehet kifejezni. Sokáig hordasz magadban egy-egy témát? Van, amikor igen, de van, amikor nem. És akkor az mindig valahogy úgy alakul bennem, szóval változik. Szóval, de a fő dolog az mindig megmarad, a nagy. Milyen színek állnak közel hozzád? Hát
inkább olyan barnás, sas, a kékek azok ritkán fordul elő, azt annyira nem, inkább a melegebb szín, a melegebb. A okkersárgák, akkor a barnáknak a különböző változatai. Néha sötét, mély, fekete, szóval ilyen különböző szín. Most a nyugdíjadon kívül semmilyen más jövedelem. Semmi más nincs. És mennyi a nyugdíjad? Hát a nyugdíjam az 87 ezer. Hogyan osztod be? Nehezen. Közintézményeknél szerepelnek-e munkáid? Vannak-e munkáid? Hát állami intézményekben vannak. Szóval múzeumokban, a Nemzeti Galériában 20 képen. Van akkor a Szolnoki Múzeumban, igen, ott is van. Milyen vágyaid, terveid vannak a jövőt illetően? Azt, hogy tovább festeni figuráris, meg ilyen nagyobb képeket, szóval festeni. Milyennek látott te a mai magyar festészetet? Egyáltalán mennyire ismered, mennyire látom, tudsz róluk? Mert kiállításokra én járok Pesten, meg minden, de én nem tudom, de valahogyan a... Szóval nem az az igazi, amit én annak idején láttam, szóval olyan teljesen ezek az absztrakt, szóval olyan, hogy nem látom benne az embert. Szóval hiányzik, szóval egy olyan bábút, vagy egy olyan hideg valamit látok. Szóval nem érzem, hogy az ember központú. Elégedett ember vagy? Hát nem. Nem. Mi az, amin változtatni kellene? Hát az, hogy semmiféle dolgozok, semmiféle elismerésem nincs. Én ezt nem azért, hogy én ebben mostan hordjam, vagy dicsekedjek, csak azt tulajdonképpen, hogy a megélhetéshez, hogy könnyebben tudjak képet eladni. Szóval, meg hogy máshogy vegyenek meg. Szoktak meglátogatni barátok, ismerősök? Nem. Úgy tudom, hogy korábban többször terjesztettek fel Igen. munkási díjra. Igen. Miért nem jött össze? A város kezibe került. Kik voltak, akik javasoltak téged munkási díjra? Munkási díjra a Barcsai mester,
a Patai, a Kokas küldött ajánlást. Bakányi Gyula elkötelezett, megszállott festő, erre született, mást nem tud csinálni. Tehetséges, értékes ember, érzékeny, gazdag lelki világa alkotó, aki igen nehéz körülmények között dolgozik. Csendes, zárkózott lélek, nehezen birkózik meg a hétköznapi élet dolgaival. Eddig 3 önálló kiállítása volt, most ősszel Pesten is bemutatkozik a Fényes Adolf teremben, amit Cifra Péter, a Képzőművészeti Főiskola művészettörténeti tanszékének vezető egyetemi tanára nyit meg. A magam nevében szépen kérek mindenkit, aki segíteni tud Bakányi Gyula művészi kibontakozásában, úgy kérem, segítsenek neki. Budapest, 1984. augusztus 8-a, Kokas Ignác festőművész. Ceglédi város vezetőségének, Cegléd. Cegléd város tanácsának segítségét kérem ahhoz, hogy Bakányi Gyula igen tehetséges festőművész kollégát továbbra is támogassa, hogy célját elérhesse. Úgy tudom, hogy az ottani rajzkört már 8. éve vezeti, mégpedig nem is akármilyen eredménnyel. A festészet területén már eddig is szép eredményeket ért el. Igen, kérem a város vezetőségét, hogy Bakányi Gyulán segítse abban, hogy a Munkácsi díjat megkaphassa, mely kitüntetést már régen megérdemelt volna. Szentendre, 1984. október 23-a, Barcsai Jenő. Bakányi Gyula festőművész művészeti kitüntetésre való felterjesztésével egyetértek, azt a magam részéről is javaslom. Ráckeve, 1986. június 3-a, Patai László festőművész, egyetemi tanár. Tisztelt polgármester úr! Bakányi Gyula festőművész, volt tanítványom, szakmai képességeit, tehetségét nagyra becsülöm. Az önlevelében foglalt indokokkal, melyekkel művészeti kitüntetésre való felterjesztését magyarázza, teljes mértékben egyetértek. Tisztelettel, Patai László festőművész, egyetemi tanár. Ha még egyszer lehetne az életet kezdeni, akkor is úgy döntenél, hogy festő leszel? Igen, mert szeretem csinálni. Mert jó. 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 Na most sokan azt hiszik, hogy a festés az nyugtat. Holott nem, hanem inkább még nagyobbat, szóval föl izgat, ahogy elkezdem, meg minden, és akkor már amikor a vége fele a részleteket, akkor nyugszom meg. Na mostan az amatőrök meg azért festenek, hogy megnyugtassa őket a festés. Ezt észrevettem, mert azoknál meg, hogy az idő teljen, akkor szóval a nem meg másolnak, meg egész más az ottani fölfogás, mert sokan azt hiszik, hogy jaj, festeni kell, hogy megnyugodjon az ember, nem, mert oda azért erős, belső gondolat, indítatás kell, szóval belsőleg nyugtalan az ember.